Cél Adél tanfelügyelőségig küldött, és nagyszámú érdeklődő jelenlétében megtartották az intézmény hivatalos avató ünnepségét. A régi, már-már életveszélyes állapotban levő óvoda felújítása 2 évvel ezelőtt kezdődött, mikor Korodi Attila, a parlamenti képviselő erre a célra támogatást ígért a helyi tanácsnak. Azóta 150 ezer lej kormánytámogatásból és a helyi tanács részéről ugyanannyi önrész hozzáadásával az épület új tetőszerkezetét kapott, kicserélték a nyílászárókat. Ugyanakkor Hargita megye tanácsának gyerekmosoly programjára benyújtott pályázat révén az óvoda faláról Mici Mackó és társai mosolyognak a 40 óvodásnak, akik ma kezdték a tanévet. György József polgármester szerint a település összes felújított középületből talán ennek a rendbetétele a legfontosabb, hiszen a jövő nemzedékek kezdik itt a felkészülést az életre, és bizonyos értelemben a jövő is olyan lesz, amilyen az óvoda, és amilyen felkészülésben lesz részük a gyerekeknek. Ezért nem volt fölösleges a meghozott áldozat, mondta a polgármester. Beszédében Borbély Csaba az összefogás fontosságát hangsúlyozta és méltatta az RMDS kormányzati tevékenységét, hiszen a gazdasági válság idején sikerült kormánypénzt szerezni, és a helyi tanács is válság idején gazdálkodta ki a ráeső részt. A megyei tanács elnök az avató ünnepségen székely zászlót adott át, amelyet mától tűztek ki az épületre, és kifestős könyveket az óvodások számára. A menasági tervek még nem zárultak le, a település jövőben játszótér építésére szándékozik pályázni, dokumentációt leadni a Hargita megye tanácsának játszótér programjába, hogy további jó feltételeket teremtsenek a menasági gyerekeknek.